Tulajdonképpen minden a papírforma szerint zajlott, hiszen a magyar ranglista első 4 helyzetje jutott az elődöntőbe, az első 2 helyzetje jutott a döntőbe, és az első helyzetje nyerte meg. Mennyire ismered Zeljenkát? Tudom, hogy együtt voltatok az Európa bajnoki 4. helyet szerzett csapatban, sőt, ezen a versenyen párosban is együtt indultatok. 5 éve mindig vele játszom körülbelül a döntőt, és már F9 óta küzdünk egymással. Nagyjából az első szetnek a felénél nagyon komolyra fordult a kézsérülésed. 2 seb is van a kezeden, az egyik most is vérzik, a másik egy hólyag. Ez mennyire zavar? Még az első szetben nem annyira zavar, de egyre jobban zavart, mert mindig jött fel egy kicsi seb. Tulajdonképpen az első szett felétől folyamatosan öröltél magaddal, nem voltál elégedett a teljesítményed, de mi volt a baj? Ezen a magyar bajnokságon nagyon rosszul ment nekem a játék, mert mindig későn kellett lefeküdni, mert még este 9:30-kor még pályán voltunk. Európa bajnokság is nagyon sok energiát hívett belőlem, és most készülök Párizsra, és csütörtök reggel fogunk indulni. Az Európa bajnoki ranglistán a 11. helyen állsz. Hogyha Párizsban jól szerepelsz, akkor előbbre lehet lépni, illetve hová várod magad később? Előre lehet lépni, és hogyha jól fog szerepelni, akkor bekerülhetek az 5-be is. Mi a terved egyébként a tenisszel? Nagyon fiatal vagy még. Hát a jövőben Grand Slameket szeretnék nyerni, és benne szeretnék lenni a top 20-ba.